május 3-a van Szent Flórián napja, és egyben a nyíregyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság fennállásának 135. évfordulója. Ebből az alkalomból már a reggeli órákban megkezdődtek a megemlékezések, és ahogy a háttérben már talán láthatjátok, egy látványos felvonulásról is készültek a helyi erők. A felvonulás a Flórián térről indult, majd az Erdősoron, a Kossuth utcán és a Vagyjárdem körúton haladva. Egészen a Váci Mihály kulturális központig meneteltek a tűzoltók. Itt többek között megemlékezésekkel, díjátadásokkal és beszédekkel folytatódott az ünnepség. Nyíregyházi lángdalagok mindig nagy megbecsülésnek örvendtek a településünkön. Az emberek tudták, hogy az egyik legnagyobb félelmük a tűz megfékezésében mindig számíthatnak a tisztességes közösség munkájára. Közel másfél évszázad. Az igen nagy idő a településünk, és igen nagy idő a tűzoltóságunk életében, történelmében is, hisz az alapítástól eltelt időszak egy folyamatos szolgálat a település és környéke védelme érdekében. A mindennapokban is tapasztaljuk, hogy ez egy végtelen szolgálat. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el lájkolni. Hasonló 360 fokos videókért iratkozz fel a Hírek 360 YouTube csatornájára, kövess Facebook és Instagram oldalunkat.